Ukrán-magyar kapcsolatok. Négy új Magyarország és Ukrajna közötti határátkelő megnyitásáról is döntöttek a Tisza Európai Területi Társulás ülésén a Megyeházán. Sok beteg a rendelőkben, elérte a járványküszöböt az influenza-szerű megbetegedések száma. Az országban jelen van a vírus A és B törzse is. Civil információs nap. Március 15-éig kell módosítaniuk alapító okiratukat a civil szervezeteknek az új polgári törvénykönyv rendelkezése szerint. Négy új Magyarország és Ukrajna közötti határátkelő megnyitásáról is döntöttek a Tisza Európai Területi Társulás ülésén Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A társulási ülésen Ukrajna uniós csatlakozásának elősegítéséről, a társulás brüsszeli bemutatkozásáról és a kárpátaljai magyar nemzeti közösségek szülőföldön való boldogulásának elősegítéséről is tárgyaltak a Megyeházán. Az ukrajnai önkormányzati választásokat követően első alkalommal találkozott hivatalosan Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, és Mihajlo Rivisz, a kárpátaljai megyei tanácselnöke. A Tisza Európai Területi Társulás ülésén környezetvédelmi, gazdasági és kulturális programokról tárgyaltak a felek. De reményeink szerint körvonalazódik egy olyan kormányzati program, amely a Vajdasághoz hasonlóan Kárpátalját is speciális magyar kormányzati programokkal szólítaná meg. Elsősorban persze az ott élő magyar nemzeti közösség szülőföldön való boldogulása szempontjából. Volt ilyen magyar kormányzati forrása közelmúltban is, ezt keleti partnerségnek hívták, és tulajdonképpen európai uniós kötelezettségünket teljesítettük ilyen módon Kárpátalja felé. Tehát ennek a pénzügyi eszköznek a továbbvitele is fontos tevékenységi terepe lehet akár a Tisza Európai Területi Társulásnak is. És hát számos más lehetőséget jelent ez a jogi forma, közvetlen brüsszeli támogatások. Akár megfogalmaztuk azt a stratégiai célt is, hogy olyan pilot projekteknek a vitelére, amelyek hát egész Ukrajna számára is példát, lehetőséget mutatnak az európai csatlakozásban. A tervek között szerepel négy új határátkelő megnyitása, aminek köszönhetően a határmenti vidékek tovább fejlődnének, mondta el televíziónknak a Kárpátaljai Megyei Tanács újonnan megválasztott elnöke. Mihajlo Rivisz hozzátette, a határnyitás mellett a tárgyalás három fő pillére a Tisza medrének szabályozása és ezáltal mezőgazdasági fejlesztések, valamint a gazdasági és kulturális együttműködés erősítése volt. A három pilléren túl el lehet mondani, a helyi üzleti szférát továbbfejlesztenénk, valamint a helyi vállalkozásoknak az érdekeit is tudnánk képviselni. Emellett olyan beruházókat vonnánk be a határ mindkét oldalán, akik új munkahelyeket teremtenének. Így a külgazdasági tevékenységeket, illetve az export-importot, a gyártást is fellendítenénk, amellyel a helyi értékek és a helyi vállalkozások fontosságát is tudnánk növelni. A sajtótájékoztatón elhangzott, elsősorban az ENI programok és az azokon való pályázás, valamint közvetlen brüsszeli források jelentik a legnagyobb fejlesztési lehetőséget az együttműködő felek számára. Elérte a járványküszöböt az influenza-szerű megbetegedések száma, mondta el televíziónknak a megyei tiszti főorvos. Az országban jelen van a vírus A és B törzse is. Mint ismert, Ukrajnában idén már közel 200-an haltak meg influenza miatt. Influenza-szerű tünetekkel kétszer annyi beteg fordult meg a gyermek- és háziorvosi rendelőkben idén eddig, mint tavaly télen ugyanebben az időszakban. Az összes megbetegedett 64%-a óvodás vagy iskoláskorú. Sok éves tapasztalat, hogy télen inkább február elején és a közepén alakul ki a járvány. Az influenza figyelő szolgálat adatai szerint a megbetegedések száma mostanra eléri a járványküszöböt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem identifikáltuk egyértelműen a vírust, az ország területen azonban itt van az A-típusú vírus, a H1N1 és a H3N2 is. Pont ezért fontos nekünk az, hogy tudjuk, hogy az oltóanyag tartalmazza ezen vírusokat, amik keringenek. És azt is tudjuk, hogy ami Ukrajnában volt esetleg halálos megbetegedés, azt, aki megkapta a védőoltást, azt gyakorlatilag meg lehetett gyógyítani. Ukrajnában már majdnem 200-an haltak meg influenza miatt.
A vírussal fertőzöttek között 17 éven aluliak és egy terhes nő is van. A tragédia könnyen elkerülhető, hiszen a vakcina 100%-os védettséget nyújt, ha a beteg időben megkapja az antivirális szert. Fontos, hogy a gyerekek, a felnőttek és a krónikus betegek kerüljék a sok embert egy térbe záró rendezvényeket. A szakemberek pedig azt mondják, a légúti betegségekkel időben orvoshoz kell fordulni, főként akkor, ha gyors lefolyásúak a tünetek. Akinek hirtelen magas láza lesz, gyengeség, végtagfájdalom, elesettség, és emellett esetleg jelentkeznek ezek a légúti tünetek, azoknak feltétlenül orvoshoz kell fordulnia. Pláne, ha olyat észlelnek, hogy nehéz légzés, vagy esetleg vérköpés. Ezeknek a betegeknek minél hamarabb orvosnál a helye. Az influenza elleni védőoltást még most sem késő kérni. Az orvosok a 60 év felettieknek mindenképpen ajánlják. Nekik nem kell fizetniük, térítésmentesen megkapják a vakcinát. Egyébként jelenleg nálunk is több vírus fertőz, köztük a hasmenéssel járó kalici és rotavírus is. Március 15-éig kell módosítaniuk alapító okiratukat a civil szervezeteknek az új polgári törvénykönyv rendelkezése szerint. Erre a változásra 2 évet kaptak a különböző alapítványok, egyesületek és szervezetek, azonban a több mint 3300 bejegyzett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet mindössze 1/3 intézte el eddig ezt a változtatást. Március 15. napját követően csak az új polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új PTK rendelkezéseinek megfelelően működhetnek a civil szervezetek. A nyíregyházi törvényszék az érintettek számára szervezett úgynevezett civil információs nyílt napot, a rendezvényen a módosításokról tartottak tájékoztatót, valamint a változással kapcsolatos kérdésekre adtak válaszokat. A mai civil nap, amelyet a törvényszéken rendezünk, ennek az a célja, hogy a civil szervezeteket segítsük abban, hogy áttérjenek az új PTK rendelkezéseire. 2014. március 15-től lépett életbe az új PTK, amely szabályozza a civil szervezetek alapítványoknak az életét, működését. Az új PTK 2 éves haladékot adott a szervezeteknek, hogy áttérjenek az új PTK rendelkezéseire, és ez az időpont közeledik vészesen, tehát 2016. március 15-én jár le. A megyében jelenleg 3348 civil szervezet, alapítvány vagy egyesület működik, ezeknek azonban még csak közel 1/3 végezte el az átiratást. A szervezeteknek alapszerződésük módosítását a bíróságon kell jelezni, a változás bejegyzése a törvényszék feladata. Mindenféleképpen azzal kell számolni, hogy a működésük onnantól kezdve nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő lesz. Ennek észlelése esetén a bíróság jelzéssel élhet az ügyészség felé, aki kezdeményezheti polgári peres eljárás megindítását, aminek az lesz a célja, hogy a törvényes működést állítsák helyre. Ennek elmulasztása esetén a legvégső megoldás akár az egyesület megszüntetése is lehet. A nyíregyházi törvényszéken az ehhez hasonló ügyek megoldására, kezelésére egy civil ügyeket intéző csoportot is létrehoztak. Összehangolja fejlesztési elképzeléseit a Magyar Kajakkenu Szövetség a tiszamenti településekkel. A szövetség a tervek szerint GINOP forrásra pályázik vízi megállóhelyek kialakítására. Ehhez kapcsolódhatnak majd a LEADER helyi akciócsoportok turisztikai beruházásai. Utóbbira a megyei terület és településfejlesztési operatív program turisztikai forrásai adhatnak lehetőséget. A Bejárható Magyarország program részeként aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése címmel jelent meg pályázati felhívás. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében 10 milliárd forintos forrással. Ebből az összegből a vízi turizmus fejlesztésére 2 milliárd forint jut. A Magyar Kajakkenu Szövetség erre nyújtja majd betámogatási igényét. A tervek szerint elsőként a Felső-Tisza vidékén valósítják meg fejlesztési elképzeléseiket. A pályázat keretében megállóhelyekre lehet pályázni.
a Magyar Kajakkenu Szövetség országos szinten próbálja koordinálni azt, hogy a különböző megállóhelyeknek a fejlesztése az összehangolt legyen. Megkülönböztetünk úgynevezett gerinchálózatot, ez a Duna, Tisza, Balaton, Velencei tó. Ezek az itt létrehozandó megállóhelyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség koordinálja, de ugye az a cél, hogy egy országos hálózat alakuljon ki, tehát a folyókhoz kapcsolódó ráhordó hálózatoknál is megállóhelyek alakuljanak ki. A Tisza mentén tehát a GINOP forrásai adnak lehetőséget a fejlesztésekre. A mellékfolyóin, például a Túron, a Szamoson és a Bodrogon hasonló beruházásokra már a TOB-ból nyerhető pályázati támogatás. Ezért fontos, hogy a szövetség egyeztessen a líder helyi akciócsoportokkal turisztikai elképzeléseikről. Ma a megyeházán egyeztettek a felek. A mai egyeztetésünk célja, hogy a líder stratégiai fejlesztések összhangba kerüljenek a megyei stratégiai elképzelésekkel, a megyei fejlesztésekkel, és kapcsolódjon a bejárható Magyarország program keretében a lapátos vízi turizmushoz. Az egyeztetésre, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kezdeményezett, Hajdú-Bihar megyéből is érkeztek résztvevők. A megyei önkormányzatnak van egy olyan célja, illetve ez már több is, mint cél, hiszen már konkrét terveink vannak, projektötleteink arra, hogy úgynevezett turisztikai desztinációként, amelyeket meghatároztunk a stratégiai programunkban, azokat a desztinációkat lefedő turisztikai pályázatokat kívánunk megvalósítani a TOB források keretein belül, és ehhez kapcsolódóan most ez az egyeztetés pontosan azt a célt szolgálná, hogy szeretnénk ahhoz a GINOP forráshoz is csatlakozni, amely az úgynevezett bejárható Magyarország program keretein belül már dedikált forrásokat, így például a lapátos megállóhelyek fejlesztésére is, amelyben a Kajakkenu Szövetség egy nagyon aktív résztvevő, és szeretnénk megnézni azt, hogy hogy tudunk a TOB-bal kapcsolódni a GINOP-os fejlesztésekhez, illetve hogy tudnak bekapcsolódni ebbe a líder közösségek is. A TOB turisztikai forráskerete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 milliárd forint. Az első pályázati felhívások az év első felében jelennek meg. Olyan polgármesterre van szüksége Kocsornak, aki nem másodállásban, hanem napi 24 órában dolgozik a településért, hangsúlyozta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Földi István, aki a Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltjeként indul a polgármesteri székért. Kocsordon január 28-án feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért május 8-án időközi választást tartanak a 3000 lakost számláló községben. Itt is üzenek már a választópolgároknak és a kocsordi embereknek, így mondanám, hogy ne dőljenek be azokon a dolgoknak, amit már most is beszélnek, hogy aki eddig segíteni tudott volna, akkor ezek után mit fog ott keresni. Bizonyítani kell, a Jobbik Magyarországért mozgalom bizonyítani szeretne. Én úgy gondolom, már a Kocsordon élő lakosoknak bizonyítottam, mint önkormányzati képviselő, bizonyítottam, mint megyei közgyűlési képviselő, sőt a Jobbik Magyarországért mozgalom is bizonyított. Lehetőséget kérünk, és folyamatosan, ahogy eddig is, közöttük fogunk lenni, és minden álláspontról fogjuk őket tájékoztatni majd. Áramlopások miatt tartotta közös ellenőrzést a szolgáltató és a Mátészalkai rendőrkapitányság munkatársai Kántor Jánosiban. 38 helyen fedtek fel illegális áramvételezést, valamennyi esetben eljárás indult az elkövetőkkel szemben. A rendőrök az egyik házban kezdetleges melegházra bukkantak, ahol egy cserében kábítószer gyanús növény, a rendelkezésre álló adatok szerint a marihuánát termő kannabisz fejlődött. A házban lakó G. Gábor 26 éves helyi lakossal szemben kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanújával indított eljárást a Mátészalkai rendőrkapitányság. A szabadlábon védekező gyanúsítottal szemben az áramlopás miatt külön eljárás folyik. Kiváló, jeles eredményű, valamint át nem vett diplomákról is szó lesz még a híradóban, előtte nézzük a további témákat. Szombaton rajtol a tavaszi szezon a női kézilabda NB1-ben. A keleti csoport tabellájának harmadik helyén álló Kisvárdai KC a nyitó fordulóban a 8. Kecskemét otthonában lép pályára. Győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 15. fordulójában Debrecenben lépett pályára, és a vendégek szoros mérkőzésen 66-63-ra verték ellenfelüket.
115-en vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Ez a sikeres államvizsgát tett hallgatók alig 60%-a. Az intézmény dékánja kérdésünkre elmondta, a diákok egy része a nyelvvizsga hiánya miatt nem veheti át oklevelét. A végzett tanulók közül azonban 14-en kiváló, míg 10 jeles eredménnyel fejezték be felsőfokú tanulmányaikat az intézményben. 115 diák vehette át diplomáját a Debreceni Egyetem egészségügyi karán péntek délelőtt Nyíregyházán. A végzett hallgatók ápoló, egészségügyi szociális munkás, szociális gazdasági szakember, egészségügyi szervező, mentőtiszt, szülésznő, védőnő, szociálgerontológus, valamint szociális munka asszisztens szakon, alap- és mesterfokon, valamint felsőoktatási szakképzésen végeztek. A sikeres államvizsgát ennél nagyobb számban teljesítették a hallgatók, viszont közel 40%-uk nyelvvizsga hiánya miatt nem vehette át oklevelét. Ez már hosszú évek óta így van, noha javul ez a tendencia, magyarul egyre többen vannak, akik a feltételek között benne van, le tudják tenni a nyelvvizsgájukat, de így is esetenként szaktól függően egész nagy százalékban vannak, akik csak az államvizsgát tehetik le, viszont a diplomájukat nem vehetik át. Az intézmény oktatási dékán helyettese Sárvári Attila köszöntő beszédében azt kérte a most végzett hallgatóktól, munkájuk középpontjában majd a preventív szemlélet érvényesüljön. Szombaton rajtol a tavaszi szezon a női kézilabda NB1-ben. A keleti csoport tabellájának harmadik helyén álló Kisvárdai KC a nyitó fordulóban a 8. Kecskemét otthonában lép pályára. 5 hetes felkészülés után vág neki a bajnokság második szakaszának a kisvárdai női kézilabda csapat. A Rácz Sándor által irányított együttes 7 edzőmeccset játszott, amelyből 6-ot megnyertek lévaiék. A főpróbának számító egri dobókupán a 3. helyen végzett a KKC. Persze ebben az időszakban az eredmények másodlagosak, a hangsúly az erőgyűjtésen és a taktikai, illetve technikai elemek csiszolásán volt. Megismertem a játékosoknak a teljesítő képességét, aztán a nyáron nekem figyelembe kellett venni, hogy 8 játékos térműtét után került hozzánk, de most mélyebb kondicionális munkába kezdtünk, ami nem a szépsége a kézilabdának, de szerintem nagyobb hasznát fogjuk venni, tehát komolyabb futóprogramokat és erőfejlesztést irányoztunk elő, úgyhogy reméljük ennek meg lesz a eredője. A Kisvárdai KC szombaton annak a Kecskemétnek az otthonában lép pályára, amelyel ősszel 27-27-es döntetlent játszott. A Kecskemét továbbra is egy szerintem a csoport legerősebb átlövő kapacitású játékosaival bír. Tehát azok valamennyien NB1-et megjártak. A játékuk is erre épült, tehát közel 60 átlövést el fognak vállalni, ebből 20 gólokat termelnek ők. Mellette nagyon gyors szélsőik vannak. Dunói városból levittek egy kapust, tehát arra nem is merek gondolni, ahogy nyitottunk itthon, amikor 9 góllal vezetett az ellenfél, aztán már 2 volt ide. Itt inkább abból indulunk ki, hogy most a dobókupán a kisdöntőt velük játszottuk. Nem feltétlen szerettünk volna velük játszani, de nem lehetett kívánságműsort rendezni, és 2 sérülttel meg tudtuk őket verni, tehát én ezt tartom most kiinduló pontnak. A kisvárdai csapatot hazai környezetben először február 12-én láthatják a szurkolók, akkor az Orosházát fogadja Rácz Sándor együttese. Győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 15. fordulójában Debrecenben lépett pályára, és a vendégek szoros mérkőzésen 66-63-ra verték ellenfelüket. Az NKS a keleti csoport 2. helyén várja a folytatást. Egy későbbre halasztott mérkőzés és egy szabad nap miatt 1 hónapot várt az év első bajnoki meccsére a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszkijék annak a Debrecennek az otthonában léptek pályára, amelyet 25 ponttal vertek hazai környezetben. A találkozó a vártnál jóval nehezebben alakult az NKS számára. Az első negyedet 9 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc 12 ponttal a vendégeké lett. Fordulás után a Debrecen visszavette a vezetést, és egészen az utolsó pillanatokig kérdéses volt a győztes kiléte, a végén azonban a nyíregyháziak örülhettek 3 pontos sikerüknek.
10-0-ra vezetett az ellenfél, tehát ezt bárhonnan is nézzük. Ez egy olyan rossz kezdés volt számunkra, amiben nagyon nehezen tudtunk kilábalni. Az első negyedből ugye nem is sikerült, tehát bementünk egy mínusz 8 ponttal az első negyed végén a második negyedhez. Ott azért meg sikerült megfordítanunk a mérkőzést, tehát már a fél időt plusz 3 ponttal kezdtük. Váltogattuk a védekezésünket, mint kiderült, pontosan az egy védekezési forma bizonyult a legjobbnak, amit mi nagyon-nagyon ritkán gyakorlunk kezdésen is, meg mérkőzésen is, mert a 2-3-as zónát azt, tehát a mi védekezésünknek nem igazán fekszik az. Ettől függetlenül most ez a 2-3-as zóna volt az, ami valami szinten megállította a Debrecen. Elkövettem azt a hibát én személy szerint, hogy bíztam annyira a lányokban, hogy ugyanúgy emberfogással kezdtük a második félidőt. Ott volt 2-3 játékos, akit nem igazán tudtunk egy az egyben megtartani, és folyamatosan a hátsó sornak kellett besegíteni, ami egyértelmű oda vezetett, hogy vagy fautot ütöttünk, van, vagy aki ütesen maradt lent alapon, az meg tudta oldani. Tehát egy igencsak kaotikus állapotban játszottuk ezt a mérkőzést. Magam sem tudom, hogy ugyan mi vezetett ide. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest áll 12 győzelemmel, megelőzve a 10 győzelemmel és egy vereséggel álló nyíregyházi kosársulit. Farkasinski Gyuláni együttese a hétvégén nem játszik meccset, legközelebb február 13-án a Vasas otthonában lép pályára az NKS. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Négy új Magyarország és Ukrajna közötti határátkelő megnyitásáról is döntöttek a Tisza Európai Területi Társulás ülésén Nyíregyházán. A társulási ülésen Ukrajna uniós csatlakozásának elősegítéséről, a társulás brüsszeli bemutatkozásáról és a kárpátaljai magyar nemzeti közösségek szülőföldön való boldogulásának elősegítéséről is tárgyaltak a megyeházán. Elérte a járvány küszöböt az influenza-szerű megbetegedések száma, mondta el televíziónknak a megyei tisztifőorvos. Az országban jelen van a vírus A és B törzse is. Mint ismert, Ukrajnában idén már közel 200-an haltak meg influenza miatt. Március 15-éig kell módosítaniuk alapító okiratukat a civil szervezeteknek az új polgári törvénykönyv rendelkezése szerint. Erre a változásra 2 évet kaptak a különböző alapítványok, egyesületek és szervezetek, azonban a több mint 3300 bejegyzett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet mindössze 1/3 intézte el eddig ezt a változást. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken. Friss hírekkel hétfőn este várjuk majd Önöket, heti hír összefoglalónkat pedig holnap este láthatják. Tudósításaink továbbra is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap eleinte párás, de többnyire napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását szombat estig döntően anticiklon alakítja. Egyre enyhébb, hazánk nagy része fölé viszonylag száraz levegő érkezik. Éjjel időnkénti felhősödés várható, párássá válik a levegő, köd is képződhet. Hószállingózás néhol előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben helyenként hosszabb ideig megmaradhat az alacsony szintű rétegfelhőzet, de több-kevesebb napsütés mindenütt várható. Számottevő csapadék nem lesz, és a déli szél is mérsékelt marad. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap inkább csak fátyol felhők zavarják a napsütést, csapadék nem várható, és erősödik a nappali felmelegedés. Hétfőn megvastagszik, kedden vékonyodik, szakadozik a felhőzet, kisebb eső, zápor várható. A hét közepétől gyakran beborul az ég, esőre, a hegyekben havas esőre is számítani kell, és ismét visszaesik néhány fokkal a hőmérséklet.